Érkeznek az audietós lányok a Városháza dísztermébe a díszpolgárraavatás ceremóniájára. Az önkormányzati képviselők élükön Borkai Zsolt polgármesterrel múlt pénteken rendkívüli közgyűlésen döntött arról, hogy a sporttörténeti sikert jelentő Bajnokok Ligája győzelemmel a klub rászolgált a díszpolgári címre. A polgármester köszöntötte a sikerkovácsokat és köszönetet mondott a zöldfehéreknek a BL diadalért, mondván mindig jó győrinek lenni, de május 11-én különösen az volt. Fantasztikus dolog, és bármerre járok, megyek az országban, mindenki erről beszél, hogy valóban sport, nagy hatalom lettünk, sportváros lettünk, bár szerintem már régóta azok vagyunk, csak igazából a csapat területén, csapatsportágok területén ennyire nem érett meg még az a gyümölcs, az a munka, amit igazából a sportemberek tettek az elmúlt időszakban. A klub díszpolgári címét Kelecsényi Ernő elnök, Ambros Martin vezetőedző és Görbic Anita csapatkapitány vette át. A zöldfehérek első embere köszönetet mondott a városnak a támogatásért, és elmondta, a jövőben ugyanilyen áldozatos munkával dolgoznak a sikerekért. Az, hogy a csapat ekkora örömet okozott a szurkolóknak május 11-én, ez azt gondolom, hogy a 2013-as év talán legnagyobb esemény a Győrben, és én nagyon örülök, hogy ennek részese lehettünk, és biztos, hogy a jövő az hasonló kilátásokat enged meg a számunkra, úgyhogy én azt hiszem, hogy egy nagyon, nagyon jó ünneplésben lesz részünk. A díszpolgári cím mellé a játékosok, a szakmai stáb és a vezetők is okleveleket kaptak. Őket egyenként szólították az emelvényre. Majd 100 kitti freestyle világbajnok kápráztatott el mindenkit tudásával. A ceremónia zárásaként a polgármester és a lányok kocintottak egy jó pohár alkoholmentes pezsgővel a sikerre. Végül a Városháza előtt a csapat összeállt egy közös fotóra. Ez pedig már a magvasi csarnok és az Eto edzése, hiszen a hétvégén még vár egy feladat Görbicékre, el kell hódítaniuk a Magyar Kupát, bár valljuk meg őszintén, ez a hétvégi siker amolyan levezetése, jutalomjátéka lehet a szezonnak. Nagyon jó érzés lesz, remélem, hogy meg tudjuk nyerni ezt a döntőt. Természetesen nagyon készülünk rá, ugyanúgy, mint az eddigi mérkőzésekre. Persze az eleje, itt a hét eleje, az egy kicsit nehezebben indult, de most már úgy érzem, hogy nagyon jól felpörgött a csapat, úgyhogy reméljük, hogy jó befejezés lesz. A Magyar Kupa 4-es döntőjét szombaton és vasárnap rendezik Veszprémben. Ha a lányok érvényesítik a papírformát és elhódítják az MK trófeát, akkor triplázóként aranybetűkkel kerül a nevük a győri sporttörténelem nagykönyvébe.